Spoiler, valami igazán különlegeset építek, egy Talking Head vlogolós, gurulós, állványos setupot, de még working progress, még nincs kész, de egy fontos elemét ebben a külön videóban szeretném bemutatni, ez pedig az új súgógépem. Használtam már olcsóbb teleprompterreket is, de az, amit most szereztem be, egy egészen más szinten van. Hogy miért? A videó folyamán mindent el fogok mondani, és még egy hacket is, amivel még jobbá tudtam, még hasznosabbá tenni, szóval mindenféleképpen nézd végig a videót, amit kezdjünk is el, de előtte intro. Hadd mutassam be a Philworld új TP16-os súgógépét, egy 16 hüvelykes összecsukható teleprompter. Egyszerű setupolás és könnyen magaddal viheted. Ráadásul jár hozzá egy Bluetooth távirányító is és dedikált iOS és Android appok. Olyan profi érzés kelt, hogy amióta ezt használom, úgy érzem magam, mintha egy profi ilyen broadcaster stúdióban lennék. Mielőtt a lényegre térnénk, hadd kérdezzem meg, hogy te amúgy használtál már telepromptert, vagy gondolkoztál rajta? Kíváncsi vagyok úgy, hogy írd meg a gondolatod, véleményed, tapasztalatod a kommentben. Most pedig jöjjön egy jó kis unboxing, és össze is szereljük, miközben mesélek róla néhány dolgot. A legjobb, hogy tényleg gyors összeszerelés az összecsukható kialakításának köszönhetően, ugyanakkor könnyen is tárolható, meg hordozható a hozzájárótokkal hasznosítva. Egy nagyon brutál alumínium szerkezete van, 16 hüvelykes standard tükrözőüveg van 70-30-as fényáteresztéssel, támogatja a széles látószögű objektíveket, én most 24-gyel használom és nem lóg bele, akár függőleges és vízszintes súgógépeket is lehet használni, és persze a kameránkat is nem csak így vehetünk fel, hanem ugye vertikálisan is, tudod, azokat a trendi TikTok videókat így felolvasva meg lehet csinálni, tudom, hogy szeretnéd. És nem csak kamerákkal, de telefonokkal is kompatibilis természetesen, és ahogy mondtam, van egy iOS és Android appja is, amit tudunk használni felolvasásra, és kompatibilis a hozzájáró Bluetooth távirányítóval. Az összeszerelés, ahogy mondtam, könnyű és néhány lépésből áll, nézzük is meg. Csak vedd ki a tokból és rögzítsd az állványra. De itt van az első trükk, amit szeretnék megosztani veled, mivel én igyekszem az összes eszközömön ugyanazt a Quick Release rendszert használni, ezért a teleprompteremnek is az aljára és a tetejére is felszereltem, így sokkal könnyebben tudom mozgatni, vagy ha elmegyek egy lokációra felsetupolni ugye szettek között. Amúgy készül egy videóm a Quick Release rendszeremről, tehát mindenféleképpen iratkozz fel a kis csengővel együtt, hogy ne maradj le róla. Tényleg én úgy gondolom, hogy megtaláltam a legjobb árérték arányú megoldást, és szerintem neked is tetszeni fog, meglátod. Rendben, vissza az összeszereléshez, nyisd ki az üveget, ragaszd fel a napellenzőt a négy oldalára a már előre felszerelt tépőzárral, tedd a kamerát a tetejére, és helyezd az objektívet a sapkába, így össze kell húzni, amúgy a magasságot is állíthatod, utána ki kell húzni magát a tabletnek a tartóját, és kész is vagy, mindez 80 000 forintért a tied lehet. Várj! Mégsem vagy még kész, mert itt van a második trükk, amit szeretnék megmutatni neked, mivel egy valójában kettő király kiegészítő is van a dobozban, klempek, amit két oldalt rá tudsz szerelni, és egy kolcsúval mikrofont, fényeket vagy field monitor tehetsz rá, amit egyébként én szintén a Philworld-től használok, és igen, erről is készítettem egy review-t, szóval nézd meg, tudod, link a leírásban van a like-on alatt, amit egyébként benyomhatnál, hogyha tetszik ez a videó. Mielőtt elköszönnék, ki kell javítanom egy dolgot, mert az előbb azt mondtam, hogy kész is vagy, de valójában mégsem. Az összeszerelés persze igen, és használhatnád is, de lehet, hogy te még nem állsz készen rá, hiszen az, hogy hogyan használunk egy súgógépet, ez egy teljesen más téma, miként tudunk természetesek lenni előtte, ne hunyorogva, vagy így mereven olvasva, vagy így legyünk, úgyhogy erre készítettem egy rövid kis videót, tele van tippekkel arról, hogy hogyan tudsz természetesebben használni, most is használok ugye egy súgógépet,
ez itt is van. Úgyhogy, ha nem tetted volna még meg, akkor kérlek iratkozz fel a csengővel együtt, lájkolj, kommentelj, és tudod, jön még nagyon sok király tartalma, mint a Quick Release rendszerem is, úgyhogy nagyon remélem, hogy találkozunk egy következő videóban, mondjuk ezekben. Klik, klik. Szia, sziasztok!